Sziasztok, itt Amur alias Laudrup és a Fogadjunk Lauval sorozat következő epizódja. Úgy gondoltam, hogy ebben a részben a időközönbe érkezett nagyon-nagyon sok kérdésből összeszedtem egy sokat, és ezekre próbálok megválaszolni. Szerintem ezzel is nagyban segítem majd a rálátásotokat erre az igen összetett sportra. A sportfogadásra. Azon belül is a gólos fogadásokra, mert megmondom őszintén, 99%-ban arra rájátszok. A kimenteles fogadások soha nem full tétel mennek. Tesz az ember, főleg, hogyha nagyon érzi, pláne, hogyha meglepetésről van szó. Én a cseh és az izlandi csapatot is győzelemre raktam legutóbb. A csehek hozták is, megverték a hollandokat, tehát mindenki úgy volt vele, hogy hát a törököknek meg a hollandoknak kell jobban a pont, majd ők hajtanak. Hát azért a foci nem ilyen egyszerű. És nagyon brutális occok voltak, tehát ilyen, nem is tudom, 7 és feles volt például a cseh occ, 6-os felett volt, még meccselőt is az izlandi győzelemnek az occ, aztán persze az nem jött be, de könnyen bejöhetett volna az is. Mert amikor egyik csapat nagyon megy, nagyon kell neki a pont, akkor többet is hibázik. Hoppá, itt van egy csehi filmet, erre rá sem néztem, ha már itt vagyunk. Hát, ha élőben el tudunk csípni egy jó kis fogadást. A gólárány az parádé, és az mind a kettőnek nagyon jó teplice, Jablanec. Azt mondja, hogy közös meccsek és piszokóveresek. Utolsó meccsek jó, csak hazaira nézve, 6-0-5-1. Perfect. Ugye régen volt szakadás. Itt viszont most volt szakadás, és utána 1, 2, 3, 4 over. Ez teljesen belefér kategória, úgyhogy meg is nézzük a három. Bejelentkezünk szépen. Addig szerintem pauz. És még élő közvetítés is van rá. Az nem egy utolsó szempont, ha látjuk, bár egy cseifi meccsnél azért minőségi focit ne lássunk. Tehát nem az élvezett értékére gondolok, hanem arra, hogy látjuk, hogy milyen íromú a meccs, mennyi helyzet van, etc. etc. Fél idő van, és fél időben 0-0. Hoppá, rézi mantyú, ez tetszik. Ez még jobban tetszik, mert a másfeles határ 1-61. Egy góra nem adnak ilyen egy 20-as ország, pedig jó lenne. Az azért elég sure bet kategória. Na, mit is akartam? Igen, nézzük meg. Ugyanis a cseifiről nekem van statisztika a progiban, hogy mit tudunk ebből kinyerni még pluszba. Volt egy ilyen kérdés is, hogy a progi az nekem most helyettesíti a kiválasztási rendszert. Nem. Abban segít, hogyha már egy kiválasztási rendszeren átment a meccs, és élőben fogadok, tehát az élő fogadáshoz rengeteg plusz információval tud szolgálni, ennyi statisztika, amit ebből ki tudok még pluszban nyerni, amit természetesen én viszek fel, tehát közben is itt rögzül az agyam elég sok minden, tehát én nagyon szeretem, ez nálam nem kérdés, de igen, tehát volt, aki azt mondta, hogy ezt a hatást keltem, hogy ez egy elérhetetlen progi, és miért mutogatom mindig? Azért mutogatom, mert használom. De használata nélkül is lehet eredményt elérni, hiszen előtte nem használtam, és akkor is eredményes volt maga a kiválasztási rendszer. Tehát nagyon sok összetevős a sportfogadás, tehát nem csak arról szól, hogy hú, van egy csúcs szuper program, és akkor onnantól kezdve gondolkozni se kell, ilyen nincsen. És nem is lesz szerintem. Automatikussá tenni a kiválasztás rendszert és a fogadást. Nagyon sokan próbálkoztak már ilyennel. Szerintem nagy részük belebukott. Ide kell az ember, az élőzéshez meg pláne, tehát azt meg pláne nem lehet automatizálni, meg abban hiszek. Tehát amikor meccselőt mondjuk egy cseifi meccsre, van úgy, hogy még 2,5 órás határsa adnak, hanem 3 félről indul. És arra is ilyen bagatelocot, nincs miről beszélni, ott élőben ki kell várni, tudjuk nagyon jól, olyan meccseket keresni, ami jó lehet nekünk, és lehet, hogy elcsípjük ugyanazt az occot jóval kisebb határa, akár másfél óvára is mondjuk, vagy ugyanazt a határt, csak jóval magasabb occon. Na nézzük, Jablanec, Teplice, ugyebár a párosítás, mind a két fél időben jól hozza. Viszont itt igen, a hazai mérleg szakadt meg utolsó 6 hazai meccsükön. Mindig volt félidő gól, méghozzá általában nem is egy.
ez most megszakadt. A másik csapatnál viszont korábban szakadt már meg. Ez mindig jó, hogy mondom, hogy szeretem, hogyha nem perfekt teljesen a dolog, legyen benne egy-egy hiba, mert akkor nem nálam fog beesni az egy hiba. Úgy tényleg nagyon jól mutatnak ezek a gólos statisztikák itt is. Tehát, ha azt nézzük, hogy hazainál hazai mérleg második fél idő 6-ból 6, a vendégeknél a vendégmérleg 5/4, ezek csak az idei meccsek, csak ebbe az évadba tartozó meccsek, akkor az még mindig 90%-os esély, hogy a második fél időben lesz gól. És mivel az első fél időben nem volt, holott ott is elég nagy volt az esély, ez még növeli nálam annak az esélyét, hogy az akár, ami bemaradt a srácokban, az a 2,5-3 gól, mert logikusan 3 gól, mert fél gól nem lesz, az lehet a második fél időben lazán. Hát itt egy ifi meccsről van szó, tehát itt nem kell attól félni, hogy hú, basszus, 2 gól, 3 gól. Nem. Itt simán benne van. Tehát akár mondjuk benne van egy angol bajnokiba is, már nagy második fél időst. Az angol bajnokságok többsége, nem csak a Premier League, és az angol csapatok többsége is. De Németországban is elég gyakori, hogy második fél időben még több gól van, és azért elég van, arról beszélünk. Ez meg egy cseh ifi. Tehát az, hogy 2 gólra még megtegyünk egy ifjú meccset, nálam soha nem para. Egy valamit még nézzünk meg. Én nagyon szeretem a félidő eredménye alapján fogadni nekem. Nálam ez egy nagyon bevált módszer. Annak idején meg Excel táblába vezetgettem ezeket, hogy minden oké legyen. A cseh ifi bajnokságnál milyen eséllyel van gól 0-0-ás félidő után? Arra vagyok kíváncsi. Ezt kiválasztjuk magát a cseh ifi bajnokságot. Oké. És tök mindegy, melyik csapatot, mert úgyse csak csapat. Tehát a csapatra azért nem nézem, mert kevés meccs van még benne, eredményváltozás, és ha csak csapatra nézzük, akkor egy alkalommal volt 0-0-ás félidő, és akkor volt is utána másodikban. Tehát a 0-1 volt elég gyakori náluk, a 2-0 is kétszer volt. Ez az érdekes, hogy ennél a csapatnál tök mindegy milyen félidői eredmény volt, mindig volt a második félidőben gól. Úgyhogy nézzük meg bajnokságra lebontva. 21/19, 90% felett van a bajnokságra és a félidei eredményre nézve is, ez még megerősíti a tippet, sőt, nézzük meg a csapatot. 13 alkalom, mint a 13 alkalommal volt még a második félidőben gól. A gólátlag a csapatnak 4. A hazai gólátlag a 4,83, és ők most a hazaiak. A vendége 3,2. Nagyon magas a hazai gólátlag, és még nem volt gól. Tehát srácok, itt minden statisztika arra mutat, hogy ezt majd meg kell tolni. De mivel most fél idő van, most fél időben minek rakjunk még gólra? Tehát valószínűleg nem az első támadásból fogják bevarni, de azt nézzétek meg, hogy 1,61 volt. Én úgy emlékszem, és már 1,66, holott még szünet van. Elkezdődik a meccs, akkor majd megnyomom ezt a másfél órát mindenképpen szerintem. Ha goal-line-ra is lenne másfél, akkor általában azt szoktam megtolni, de most goal-line határt nem ír, de ír. Csak másfél-kettőt, tehát egyre nagyobb a határ. Ezt tudják, visszaesett 1,61-re. Akkor tényleg úgy lehetett. Ezt közben felvitték, visszalevitték. Lehet valami puki fogadott magának. Na jó, rossz indulatú vagyok. Tehát ez azt jelenti, aki nem ismerni ezt a goal-line fogadási formát, hogy amennyiben egy gól van, akkor vesztettük a tétet. Ha 2 gól van, akkor a fél tétünk, mivel másfél gól felett van, a 2 gól, a fél tétünk az 1-8-as szorzóval nyert, a másik fél tétünket pedig visszakapjuk, mivel pont 2 gól volt. 3 gólnál a teljes tétre fizetik ki az 1-8-at. Tehát ez a másfél vesző 2 határ, góllájnál azt jelenti, hogy a fél tétünk pont 2 gólnál le van védve. Ennyi. Ezt teljesen más formában is fel lehet írni természetesen, de ez a lényeg, hogy ha 2 határon is az egyiket tört, a másik egész szám, akkor az egyik az egész számnál ott pont visszakapjuk a tétet, ha pont annyi gól van. Oké, igazából arról beszéltem az elején, hogy kérdésekre fogok válaszolni, párat itt kigyűjtöttem egy sima kis notepadbe, mindegy.
Háj, most látom az óveres videódat, és nagyon szimpatikus a hozzáállásod, segítőkészséged. Én még csak most próbálkozom a sportfogadással. Ez az óverezés nem hangzik rosszul, esetleg a videóhoz képest lennének aktuális tanácsaid, hogy el tudjak indulni valamelyik irodánál. Egy-két friss tipp is sem jönne rosszul, hogy legyen sikereményem az elején, aztán majd küldöm itt is neked a tuti meccseket. Oké, hát igazából az utolsó két-három részben a fogadjunk le sorozatban egy kicsit frissítettem szinte az alapoktól, hogy én hogy képzelem el a sportfogadást, és hogy szerintem hogy lehet sikereket elérni benne, mire kell odafigyelni. Tehát ez a részével nem ismételni magamat. Aktuális tanács az mindig az, hogy nagyon következetesnek kell lenni. Mert ha egyszer is eltérünk, akkor a pofont kapunk, hogy arról kódulunk, és mindig rossz a sok kicsi apró nyeremény, rendszeres sok kicsi apró elnyemény, mint szökőjébe egyszer egy óriási nagy bankroppantás. Legyen sikerélmény. Inkább adjuk alá. Tehát ha úgy látjuk, hogy ha ez a meccs az jó 3 gólra, akkor rakjuk meg 2-re. Ha jó 2 gólra, rakjuk meg 1-re. Élőben, amikor olyan határ van. Aztán lehet, hogy tényleg rögtön az első 10 percben esik a gól, semmi gond, ismeritek a hozzáállása, van még 100 meccs azon a héten. Ha szombatról van szó, akkor azon az egy napon van 200-300 meccs is. Oké. Hány lejátszott meccsig van még szezon eleje? Ez az egyik kérdés. Én olyan 3-4 fordulót szoktam kivárni, de van, hogyha olyan a bajnokság, akkor 5-öt is. Látom, hogy mennyire pörögnek fel. Például azt hiszem az osztrák 2-es bajnokság indult úgy, rögtön az elején megszólták egymást, mert náluk úgy jött ki az idény elejé és szezon, hogy a védők nem voltak formában, a támadók meg igen. Ilyen is van. Látni kell magát a bajnokságot, de mivel általában az erőviszonyok változnak, csapatoknál a játékosok jönnek, mennek, edzők jönnek, mennek, más taktika, stb. Lehet, hogy aki tavaly nagyon óveres volt, erre nagyon jó például a Bundesligában Hoffenheim, aki tavaly Bundesliga rekordot állított fel a meccsenkénti gólátlagával, most viszont majdnem a felénél vannak a tavalyi gólátlagnak. Más taktikát folytatnak, más játékosok vannak. Ilyen előfordul. Tehát azért mondom, hogy a szezon elején ezért kell kivárni. Oké, tudom, nem ez volt a kérdés. Hány lejátszott meccsig? Nem mondanák ki fix számot, mondom, figyelni kell, de szerintem egy 3-4 fordulat legalább érdemes várni. Na, aki óvatosabban kell várjon 5-6-ot is. Legyen friss élmény a csapatok hozzáállásáról. Lássunk eredményeket, statisztikákat, mennyi gólt rúgtak, stb. Van olyan, hogy 12 meccsnél 2,7 a gól átlag, viszont a tavalyi szezont nézve meg 2,39. Az ilyet hagyjam ki. Igen, hát itt előfordulhat az, hogy amit mondtam, változott a csapat összetétele. Tavaly nem voltak óveresek, most azok lesznek. 12 meccsnél azért már előjön is mást. Ott már nyugodtan lehet készpénznek venni, hogy az a 2,7-es lesz az idei bajnokságnál a realitás. Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani a YouTube-os videósorozatodért, a tekeválasztási rendszeredet követve elég szépen ki lehet választani az óvares meccseket, persze a nagy százalékban már a 10. percig beesnek a gólok, és úgy nem nagyon lehet jó határon fogadni, de nagyon jól működik a dolog. Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy a Futball 24 mindig csak az adott nap meccsének ligáit lehet jól és könnyen kilistázni. Ha tudnám most már jól futó veres ligát mondani a séróból, azért rendkívül hálás lennék. Ha esetleg itt a fórumon van valami aktuális lista, ahol ezeket meg lehet találni, elnézést kérek, csak most regisztráltam, nem nagyon tudtam átböngészni. Na, igen, tehát nagyon óveres ligáknál ez benne van, hogy már az első 10 percben versik a gól, erre mondtam, van egy másik meccs. Ezt hagyni kell menni tovább, vagy az is előfordulhat. Ilyenkor tényleg korrigolnál a bukik, rögtön felnyomják a határt. Viszont, hogyha fél időig az egy gól van, akkor fél időben be kell próbálni, hogy egy óveres ligáról van szó. Visszatérve a fő kérdésre. Futball 24-en ilyen lista nincsen fenn. Ott én is úgy szoktam, hogy idén elején szépen újra végignézem, és a tavalyi statisztikák alapján megnézem, hogy most hogy áll a bajnokság. Progiba úgy emlékszem, van valamilyen... Igen.
összesíti nekem az idény bajnokságait, és gólátlag alapján, meccsenként gólátlag alapján sorolja be. Hogy egy ilyen listát akartok, akkor gyorsan mutatok egyet. Ez mondjuk csak azokat a bajnokságokat tartalmaz, ami benne van a programban. A német junior liga északi része, norvég harmadosztálynak a csoportjai, ausztrál női, azt mondja osztrák harmadosztály, ez megint egy német junior liga, osztrák harmadosztály, német junior liga, norvég harmadosztály, cseh junior, skót harmadosztály, hollandi fi, finn harmadosztály, arab emirátusok, izlandi harmadosztály, Norvégia, holland másodosztály, norvég első osztály, svájci első osztály, finn harmadosztály, cseh első osztály is nagyon jó még mindig. Északír bajnokság, svéd harmadosztály, német negyedosztály, Bayern Regionál Liga. Ők már nagyon-nagyon jók tényleg. Azt mondja, hogy 18 csapat, 125 meccs van már benne, és 381 gól, ez 3-as átlag. De az izlandi kettes is még 3-as átlag felett van, magyar harmadosztály is, osztrák első osztály is, német regionál ligából a nyugati és az északi csoport, osztrák másodosztály, német negyedosztály, ez a szűd-szűd-veszt, vagy nem is tudom, hogy írják németül, finn harmadosztály, magyar másodosztály, osztrák harmadosztály, a máltai liga is még egész erős. Hol tartottunk? Máltánál, igen, finn másodosztály, izlandi első osztály és 288-as, belga másodosztály, norvég másodosztály, finn, a német Bundesliga, most jelen pillanatban 18 csapat, azt mondja, 72 lejátszott meccs után, 285-ös az átlaguk. Szlovákok, hát én nem szoktam rájuk fogadni, de a statisztika alapján ők is jók, skót első osztály, holland első osztály, és most kivételesen a ciprusiak is itt vannak, változott az országnak igazából nálam is az image a fociban. Ők azt a görögös stílust nem véletlenül, hiszen ott vannak azon a környéken, görögös defenzív stílust követik nagyon sokáig. És hogy most, hogy változtattak, ez látszik egyébként a bajnokság gólátlagán is, meg a csapaton is, más teljesítmény nyújtanak. Katari bajnokság is még belefér éppen, hogy ezek a szlovákok, nem tudom, én őket nem követem, de benne van, csak nem, augusztusi van, csak frissítve a programban. Angol negyedik osztály az a Liga 3, azt hiszem belga 1, lengyel 1, és itt már kezdenek határosodnak lenni, természetesen az angol Premier Liga, az angol Liga 1, svájci 2, skót negyed osztály, hongkongiak, elég lassan indultak, de majd felpörögnek, ír első osztály, stb. És nézzük végig, nem mutatlak veletek. Tehát tényleg az elején a junior ligák, a norvég harmadosztály, osztrák harmadosztály, cseh ifi, holland ifi, stb. Tehát amire tényleg fogadni szoktam, azok ott vannak, nem véletlenül. Nézzünk rá, itt hogy áll a dolog, nem változott semmi. Nézzünk addig egy következő kérdést. Oké. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a féltét az a bankot 2,5%-a? Igen, nagyjából. Tehát nálam úgy szokott kinézni, hogy van egy bankom, X összeg, annak veszem az 5-8%-át az elején, amikor még arról szól a dolog, hogy bankot csináljunk a feltöltött pénzből, egy komolyabb bankot, akkor az elején szoktam akár 8-10%-ig is felmenni, de akkor még az ember keveset kockáztat, úgymond. Aztán ez az egészben pláne is most jön a lényeg, hogy utána viszont nem változtatok. Tehát amikor elkezd nőni a bank, ugyanazzal, tehát mondok egy összeget, 20.000 forinttal kezdtem, 2.000 forintos tétekkel indulok, csak ez csak példa, nehogy kövessétek, mert ez azért túlzás a 10% rögtön 20.000-nél, és ha amikor már 40.000 van, akkor is 2000 forinttal fogadok. Értitek a lényeget? Tehát nem emelem utána a tétet, hanem a százalékos értéket nézzük, akkor tulajdonképpen csökkentem. És egészen addig nem emelek alaptétet, amíg 5% körül le nem megy a bankhoz képest. És tartom nagyjából 5%-on. Ha esetleg 3% lesz belőle, az se gáz. Jó például az, hogy amikor tényleg nagyon jó sorozatom volt,
ugyanannyi téten játszottam, amikor már 10-szer akkora volt a bank akkor is. Én ilyen vagyok. Persze belemegyek hülyeségekbe, de az óvatosság az hosszú távon mindig beválik, higgyétek el. Ismét a kérdésre fordulok hozzád, ez a 80% feletti találati arány 1/4 átlagot mellett és 15 000 forint. Bankról milyen tétrakást javasolnál nekem? Gondolok ilyenre, hogy minden tétre 500 forint, vagy nagyobb összeget egy tétre mondjuk 5000 forint, ahhoz nagyobbról is kellene, hát bizony. Így van, tehát a 15 000 pont hasonló egyébként, mint a kérdés, itt az alaptétekről szól, és a bankról. Tehát 15 000 forintnál a találati arány és az átlagot igazából ez összefügg, de az alaptéthez nincs köze. Azt külön kell választani. Tehát 15 000 forint, ha az elején indulunk el, akkor mondjuk 1000 forintos tétel nyugodtan lehet nyomni, és amikor lesz egy kicsit komolyabb bank, akkor is hagyni 1000 forinton, meg is, ahogy az előbb magyaráztam, amíg 500 000 körül le nem csökken. Ha valaki óvatos és eleve 5% akar indulni, ami teljesen jogos, de mondjuk ez 15 000 forintnál az azt jelenteni, hogy ugye már a 10% 1500, akkor 750 forintos alaptét, ez lenne a realitás. Tehát az 500 forint inkább az 500, mint az 5000, erre az a válaszom. És akkor a visszatérve erre a találati arány ocra, erre van egy nagyon jó kis táblázatom, amit kaptam valamelyikütt küldte. Igen, hol is van ez nekem? Ja, Google Drive-ba felraktam. Igen, itt van. Találati arány, nyeresség, kiszámítás, ez nagyon jó kis táblázat. 1/4 találati arányt, illetve 1/4 átlagot és 80% találati arány, ez itt található a keresztmetszet. Azt jelenti, hogy hosszú távon egy 12%-os nyerességet lehet realizálni. Ha tudjuk a 80%-os találati arányt 1/4 ott mellett. Látszik, hogy 70%-nál már veszteséges, viszont 1/4 találati aránynál. Nézzünk mondjuk még egy másik példát, ami még reális lehet. Mondjuk egy 1/8 occhoz viszont már elég 60% találati arány, és akkor is 8% nyereséget tudunk realizálni. Tehát ezért jó mindig ismerni a saját számainkat. Erről is korábban már beszéltem, hogy tudjuk hova belülni, hogy mit kell fejleszteni esetleg. Mert ha azt látjuk, hogy 1/5 átlagot nyomunk, és rendszeresen 65-70% között ugrál a találati arányunk, akkor vagy a kiválasztási rendszeren kell változtatni, vagy magasabb occokat, egy kicsit az occokat eltolni, mondjuk 1/5-ről 1/6-ra, és akkor már is nyereségeset leszünk akár 65%-kal is, hogyha 1/10-et toltunk az átlagoccon, ami élőzésnél nem nagy dolog. Lehet, hogy 2 perccel kell tovább várni. Oké, szerintem ezt is kellően megválaszoltam. Kupameccsekre érdemes fogadni, ahol nincs tabella, vagy azokat érdemes hanyagolni. Eddig azt hittem, hogy értek, oké. Srácok, ez egy érdekes kérdés. A sportfogadói alapszabályoknál, ha ilyet találtok az interneten, mindenhol azt fogják írni, hogy felkészülési és kupameccseket hanyagolni. Igen. Méghozzá azért, mert lehet, hogy nem is az első csapat játszik. Lehet, hogy a B csapatot vagy a C csapatot játszhatják, de általán nyomják ifivel, csak hogy teszteljék azt, hogy kikerülhet be majd a következő idényben a nagy csapatba. Ez még egy felkészülési meccsre mondom. Lehet, hogy új taktikát próbálnak ki, aki nem is válik be, és a kis csapat simán megvél nagyokat. Számtalan példa van erre. Vagy csak egy unalmas 0-0-ba fogad, mert már játékosok csesznek rá, most jöttek vissza a strandról, nem érdekli őket az egész még. Új se tétmeccs, akkor minek hajtsunk. Tehát tényleg, igen, én a felkészülési meccseket mindenképp azt mondom, hogy kerüljük, a kupameccs pedig azért rizikós, mert benne van az, hogy egy csapatot nagyon leterhel a nemzeti bajnokság önmagába. Lehet, hogy még nemzetközi szintén is érdekelt, és priorizálni kell. Nem nagy a játékos keretük, nem tudják frissíteni, forgatni a játékosokat, ezért azt mondják, hogy a kupa most nekünk nem fontos.
figyeljünk oda a bajnokságra, mert benn kell maradni, vagy ne talán az első felébe kell a bajnokságnak végezni az elvárások miatt. Ezért inkább volt rá példa, nem is egy-két csapattól Németországból is, hogy rögtön az elején kiszórták magukat a kupából. Nagyon sok aspektusból meg kell vizsgálni a csapatokat ahhoz, hogy bátran mondhassuk azt, hogy motiválva vannak abban, hogy tovább jussanak és hajtani fognak. Én azt mondom, hogy ha van erre időnk, és utána tudunk olvasni, és jól tudunk következtetni, átlátjuk az ilyeneket, hogy mi motiválhatja az adott csapatot, edzőt, tulajdonost, menedzselt, akkor fogadjuk meg, főleg ha meglepetést várunk, de soha ne teljes téttel. Még egy kérdés. Most milyen pontrendszer szerint pontozol? Néztem a videóid, és azt szeretném megkérdezni, hogy a pontozási rendszered érdekel, ahol szűrtél olyan meccseket, ahol 22 egymás utáni helyes tipped volt. Az melyik videódban van, vagy le tudod írni röviden? Fogadni szeretnék, csak egyszerűen még mindig nem tiszta a kiválasztási folyamatot. Ezt nagyon sokszor átbeszéltem már nagyon sok videóban, a magát a kiválasztási rendszer. A lényeg nálam, hogy mind a két csapat óveres legyen. Ez nálam alap dolog. Ezért eleve óveres ligákból nézek meccseket, és az a lényeg, hogy a hazainál a hazai meccseket, a vendégnél a vendégmeccseket veszem figyelembe. A pontozási rendszert nézzük, akkor a hazai utolsó 6 hazai meccsét nézve, azok a meccsek, amelyeken legalább 3 gól volt, az 1 pontot ér. Tehát maximális a hazai csapat hazai meccsére 6 pontot lehet adni, ha mind a 6 over esetleg, de ha már 4, az is jó nálam egyébként. Vendégnél ugyanúgy a vendég meccsekre maximum 6 pont. Nézem azt, hogy a tabellán van-e 3 hely különbség. Ha van, akkor plusz 1 pont. Ha nincs, akkor 0 pont. Tehát nem árnyaljuk ennyire. Mert akkor, ha nincs pont, akkor nem ment át a szűrőn. Tehát csak ez a lényeg. Legyen meg az a 3 hely különbség. Ez plusz 1 pont. Gólarányokat nézek. Itt nagyon leegyszerűsítve rúgjanak és kapjanak is legalább annyi gólt, mint ahány forduló volt. Nagyon leegyszerűsítve ennyi. Persze ezt még lehet árnyalni. Ha az mind a két csapatnál teljesül, akkor 1-1 pont. Szoktam még azt is nézni, hogy az utolsó két közös meccs, ha az 2 éven belül van. Ha nem, akkor nem érdekes. Akkor, és ha az is óveres az utolsó két meccs, akkor még 1 pont. Valamint mostanában nézek olyat is, hogy volt-e szakadás. Az utolsó 2-3 meccsben volt under, ez még 1 pontot jelent, mert akkor nem most nekünk fog megszakadni egy 8-10 óveres sorozat. Már mostanában megszakadt, nagyobb az esély, hogy megint over lesz. Én így gondolkozom. Nagyjából ennyi, ha a pontozási rendszert nézzük. Persze ez sok minden felülír egy élő meccsnél, ezért is szép az élő. Utolsó kérdés, azt szeretném megkérdezni, hogyha gólban másfél óvert játszok meg, abban az esetben is az élő fogadás legyen előtérbe helyezve, vagy ott megtehető mérkőzés kezdet előtt is a fogadás. Hát semmivel nem jobb, mint a 2,5 óvár, már csak azért sem, mert irtózatosan alacsony odszot fognak meccselőt adni. Mindig előny az élő fogadás. Csak akkor fogadjatok élőben, ha egy meccset nagyon nem élőben, hanem meccselőt, ha egy meccset nagyon éreztek, és nem fogjátok tudni élőben megfogadni. Minden esetben előnyösebb az élő fogadás. Persze vannak olyanok, hogy tényleg az első 2-3 percben van gól, de hát ezt előre nem tudhatjuk. Abban az esetben nem előnyös, mert akkor nagyon hamar felnyomják a határt, és lehet, hogy fél időig előnytelenebb határral is ottszal tudjátok megjátszani az óvart, mintha azt meccselőtettétek volna meg. De mivel ezt nem tudhatjuk, hogy a második percben vagy a tizedik percben lesz-e gól, általánosítva én azt mondom, hogy mindig jobb az élőfogadás. Oké, srácok, szerintem így zárjuk ezzel. Elég sok kérdésre sikerül válaszolni. Hát igen, volt egy élő meccs, ami még most is élő, az 50, most már 2-10-es. De jól lenne, ha egy gólra is megadnátok, mert most már nem fogadom meg 2-re, vagy megfogadom úgy, hogyha egy gól van, akkor fél tétem legalább megmaradjon.
Gyanús nekem ez a meccs így. Nézzünk csak bele. Mi ez a lassállás, srácok? Ifi meccs is. Hát ez nem az a meccs egyébként, ez egy osztálypeccs. Itt van a Jablan. Na nézzük. Jújúj! Jújúj! Na, valami játékszerűség? Mit? Hosszába játszotok? Vagy keresztbe? Egyébként ifi meccsnél, hogyha kisebb mérőt a pálya, főleg az angoloknál van ilyen, hogy az edző pályákra rakják az ifi meccseit, és azok jóval rövidebbek, sokszor kerülnek a kapu elé, több gólhelyzet alakulhat ki. Azt mi szeretjük. Így nem látom, hogy mekkora mérőt a pálya lehet. Na. Ebből nehéz következtetés levonni, az otcok egyre feljebb húsznak, bukik egyre kevésbé hisznek benne. Elég szar körülmények vannak. Nem érzem egyébként nagyon. A vendég azok nagyon tolnak a statisztikák alapján, de egy ifjú meccsnél ezt nem venném 100%-nak, hogy tényleg. Kapu mellé 6 meg 5 lövés. Egyébként meg azért jobban tolnak, hülyeséget mondtam. Oké, srácok, tényleg zárom, én erre valószínűleg nem fogok fogadni, nem érzem. Majd jelentkezek, ahogy tudok. Sziasztok, Amur voltam.